megemlékezés soha nem ismétlődhetnek meg Magyarországon, a kommunista diktatúra rémtettei hangzott el napkoron. Továbbképzés a hematológián, a legkorszerűbb ismereteket és kezelési lehetőségeket mutatják be a szakemberek számára. Vádalkú lehetőség, az ügyész és a vádlott közötti megállapodással tavaly óta élhetnek az érintettek Magyarországon. Becslések és levéltári kutatások alapján 100 millióra teszik a kommunizmus áldozatainak számát a világon. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján napkoron elhangzott, a mai fiataloknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy ez az időszak ne ismétlődhessen meg Magyarországon. A Független Kisgazdapárt főtitkárát, Kovács Bélát 1947. február 25-én a szovjet hatóságok letartóztatták a kommunistákkal szembeni kiállása miatt, majd a Szovjetunióba vitték, ahol 8 évet töltött fogságban. Ez volt az első lépés, ezután a kommunista párt folyamatosan iktatta ki az ellenszegülőket és haladt az egypárti diktatúra felé. Az eset a demokrácia és a szabadságjogok semmibevételének jelképévé vált. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének 2000-ben elfogadott határozata alapján február 25-e hivatalosan is a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. Ma már egy olyan korban élünk, ahol a most felnővő, pláne fiatalok nem találkoztak már azokkal, hál' Istennek azokkal a szörnyűségekkel, amelyeket korábban a kommunizmus ideje alatt itt Magyarországon is meg kellett élni és át kellett élni, de mégis azt hiszem, hogy nagyon fontos üzenet az, amit nekünk továbbítanunk kell, hogy igenis emlékezzenek és legyenek tisztában azzal, hogy milyen szörnyűségek, milyen méltatlanságok történtek és hogyan tiporták páros lábbal az emberi jogokat a kommunizmus diktatúráinak évei alatt. Egyes becslések és kutatások alapján körülbelül 100 millióra teszik a kommunizmus áldozatainak számát a világon, ebből több, mint 1 millióan haltak meg Kelet-Közép-Európában, éhínségben, kényszermunkatáborokban vagy kivégzés által. Ez a nap nem csak a megemlékezésről szól, hanem az emlékeztetésről is. Kifejezetten fontos ezen belül az, hogy a mai fiatalok tájékozódhassanak arról, hogy bizony a nagyszüleik világa az egy sokkal nehezebben próbálóbb világ volt, mint amelyben ők élnek, és ennek az emlékeztetésnek és emlékezésnek ezáltal az is egy nagyon fontos célja, hogy mindenki előtt, fiatalok előtt is ott lebegjen az, hogy bizony ezt a világot el is tudjuk rontani mi emberek, hogyha nem úgy és olyan módon élünk és engedünk a zsarnokságnak, engedünk a külső nyomásnak, akkor bizony az a nyugalom és az a biztonság, ami Magyarországon megvan, az könnyen megváltozhat. Az ünnepi műsor követően a résztvevők megkoszorúzták a szovjet táborokba hurcolt honfitársaink emlékére állított napkori emlékművet. Két halálos áldozatot követelt a szénmonoxid mérgezés Tiszalökön. Hétfő reggel riasztották a tűzoltóságot egy Petőfi utcai lakóházhoz, amelyben a katasztrófavédelem kivonuló egysége a mérések elvégzése után szénmonoxid jelenlétét mutatta ki. A helyszínre érkező mentőszolgálat megállapította, hogy a házban tartózkodó két ember életét vesztette. Az eddigi információk alapján szénmonoxid mérgezés áldozatai lettek, mondta el televíziónknak Dudás Szilvia, a katasztrófavédelem szóvivője. A Tiszavasvári önkormányzati tűzoltók légzőkészülékben hatoltak be az épületbe, ahol magas szénmonoxid koncentrációt mértek, majd átszerlésztették az épületet. Az ingatlanban két embert találtak, mind a ketten életüket vesztették. A tragédiák és a balesetek megelőzhetőek, ha biztosított a levegőutánpótlás, tüzelőfűtő berendezéseink karbantartása és rendelkezünk szénmonoxid érzékelő készülékkel. A Jós András Oktató Kórház hematológiai osztálya rendszeresen szervez továbbképző tanfolyamokat. Ezeken a legkorszerűbb hematológiai ismereteket és kezelési lehetőségeket mutatják be belgyógyászok, hematológusok, háziorvosok és laboratóriumi szakorvosok, valamint szakorvos jelöltek számára. Európai körülmények között növekvő humán erőforrással magas klinikai színvonalon dolgoznak a Szabolcs-Szentmihályi Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház hematológia osztályán.
Évente több mint 1000 fekvőbeteget kezelnek, a járóbeteg szám pedig 2018-ban meghaladta a 12.500-at. Ezért is fontos, hogy a szakemberek folyamatosan értesüljenek a legújabb terápiás lehetőségekről. Debrecen Egyetem által akkreditált pontszerzői szakmai továbbképzéshez hematológusok számára, de ezen kívül akkreditáltattuk a továbbképzés belgyógyászok, labororvosok, nőgyógyászok és egyéb társszakmák részére is. Szintén ezek pont jár nekik is a legújabb eredmények átvétele, elsajátítására egy rövid tesztvizsán kell számot adniuk, és ez a szakmai pontszámhoz is beleszámít nekik. A hematológiai osztályon jelenleg is számos klinikai vizsgálat folyik, az osztály 4 orvosa tudományos minősítéssel rendelkezik. Világszinten is kiemelkedő új vizsgálati és kezelési eljárásokat mutattak be, ugyanis az elmúlt évekhez képest a heveny leukémiás betegek kezelésében nagy előrelépés figyelhető meg. Az elmúlt 30-40 évben azt kell, hogy mondjam, hogy nem sok minden történt a heveny leukémiás betegek ellátásában, szükséges gyógyszerek fejlesztésében. Egyfajta állóvíz volt, azonban 2017-ben az FDA 4 új gyógyszert is befogadott, és azóta további gyógyszerek is befogadásra kerültek. És ezen kívül vannak olyan gyógyszerek, amelyek kizárólag csak klinikai vizsgálatokon belül érhetőek el. Ezek egészen más hatásmechanizmust jelentenek, mint a hagyományos kemoterápia, mint a hagyományos citosztatikus kezelés. Bizonyos jelátviteli útvonalakat befolyásolnak, csökkentik a sejtek osztódó képességét, elősegíti a rosszindulatú daganatos sejteknek az elpusztulását, sokkal kevésbé megterhelő, sokkal kevésbé toxikus a betegek számára, és egy sokkal hatékonyabb kezelést jelentenek. Ezeknek a kezeléseknek jelentős része még csupán klinikai tanulmány formájában érhető el. Az oktatókórház így olyan terápiákat is biztosítani tud a betegek egy részének, amelyeket jelenleg más formában, más ellátóhelyeken még nem alkalmaznak. A vádalkú 1 az ügyész és a vádlott közti megállapodás az eset kezelésére. Ezzel a lehetőséggel tavaly óta élhetnek az érintettek Magyarországon. A vádalkút gyakorlati alkalmazása során a leggyakrabban végrehajtandó börtönbüntetés elkerülésére, annak felfüggesztésére vagy pénzbüntetésre, változtatásra alkalmazzák. 2018. július 1-én lépett hatályba az új büntetőeljárási törvény, amely egy új jogintézményt is bevezetett a nyomozati szakaszba. Ez az egyességkötés lehetősége, vagy közismertebb nevén a vádalkú. Tájékoztatta televíziónkat dr. Sörös László. Lehetőség van arra a nyomozás során, hogy a ügyészség, illetőleg akkor még gyanúsított is a védő egyességet kössenek arra az esetre, hogyha a bűncselekményt az elkövető beismeri, abban az esetben milyen büntetést kér az ügyészség. Azt tudni kell, hogy az egyességkötés során a bűncselekmény tényállását és jogi minősítését az ügyész határozza meg, ez nem képezi alkutárgyát. Az alkú arra irányul, hogy a bűncselekményt beismerő vádlottal szemben milyen büntetés kiszabását indítványozza. Az alkú tartalmazhatja ezeken túl, hogy a vádlottnak még milyen további kötelezettségei lesznek. Ilyen lehet például a sértettek kárának megtérítése. Amikor a gyanúsított és a védője megkötik az egyességet az ügyészséggel, akkor az ügyészség a vádiratot és az egyességet megküldi a bíróság számára az ügy nyomozati iratával együtt. A bíróság ilyenkor kizárólag azt vizsgálja meg, hogy az egyesség megfelel-e a jogszabályoknak többek között, illetőleg figyelmezteti és tájékoztatja a vádlottat arra, hogy mit jelent az egyesség jóvágyása, az mivel jár, milyen következményekkel van, illetve a vádlottnak le kell mondani a tárgyaláshoz való jogáról. Ha a bíróság jóvá hagyja az egyességet, akkor az egyességben foglalt tényállást és jogi minősítés a bíróságot is köti, és ugyanazt a büntetést kell kiszabnia, mint amit az egyességben rögzítettek. Az egyességben pontosan rögzítik, hogy mekkora időtartamú szabadságvesztés kiszabásában állapodtak meg a felek, illetve hogyha a büntetés végrehajtásának felfüggesztését kérik, akkor azt mekkora időtartamra függessze fel a bíróság. Fontos tudni, hogy amennyiben mégsem jön létre az egyesség, úgy az egyességkötés során keletkező iratokat később a bíróság előtt már nem lehet felhasználni. Ezzel is elősegíti azt a törvény, hogy az egyességkötés zavartalanul zajlódjon le az ügyész, a vádlott és a védő között. Tette hozzá dr. Sörös László.
Az érzékenyítés és a szakmai tapasztalatok cseréje volt a célja annak az esélynapnak, amelyet a Hieroteosz Egyesület szervezett. A konferencián bemutatkoztak az esélyteremtéssel foglalkozó civil szervezetek, és szó volt az önkéntesség fontosságáról is. Egy kutatásból az is kiderült, hogy Magyarországon jelenleg 3,6 millió fő él, aki már végzett önkéntes tevékenységet élete során. Egy esélynap keretein belül ismertették az Önkéntesség Magyarországon 2018 című kutatás eredményeit a Megyeházán. A kutatás célja az volt, hogy felmérjék az önkéntes tevékenységben és az önkéntesség népszerűsítésében rejlő lehetőségeket hazánkban. Amely fontos és szerintünk mérvadó, hogy a kutatás alapján az látszódik, hogy Magyarországon jelenleg 3,6 millió fő él, aki már élete során végzett önkéntes tevékenységet. Legyen szó ez az elmúlt egy hónapról, egy évről vagy 10 évről. Ez a szám egyértelműen jó és növekedő az előző időszakhoz képest, és azt is mutatják a számok, hogy összességében 32,9%, gyakorlatilag 33%-ról 45%-ra nőtt azoknak a száma, akik sűrűn önkénteskednek. Tehát valamilyen ügy mellé állnak, és azt az ügyet képviselve ők napról napra, vagy hónapról hónapra bekapcsolódnak annak a megvalósításába. A teljes népesség 36%-a szeretne a jövőben is önkénteskedni, és ez a fiatalok körében is egyre elterjedtebb. A felmérés alapján kiderült az is, hogy a hit, a nemzethez való tartozás, vagy az egymás iránti szeretet kovácsolta közösségekben a legnépszerűbb az önkéntesség. Hieroteosz Egyesület látja el tavaly július 1 óta a családi esélyteremtés és önkéntes ház feladatát is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Azért fontos ez a feladat, és úgy függ össze a korábbi feladat a jelenlegi feladattal, hogy itt is az a feladatunk, hogy ezen a területeken érzékenyítsük a polgárokat, információt vigyünk a polgárokhoz, együttműködéseket generáljunk önkormányzati, civil, esélyteremtési, családügyi szektor között. Ezen a területen közel 70 megyebeli szervezettel áll napi szinten kapcsolatban a Hieroteosz Egyesület. Válts nézőpontot jeligével nyílt új tárlat a József András Múzeumban. A Tapintható Világ című kiállítás egyediségét jelenti, hogy a látogatóknak kötelező minden kiállított tárgyat megérinteni, ezáltal a vakok és gyengén látók is megismerhetik az alkotásokat. A múzeum igazgatója a szombati megnyitón kiemelte, a jövőben is terveznek hasonló kiállításokat az intézmény falai közé. Válts nézőpontot alcímmel megnyílt a József András Múzeum tapintható tárlata szombaton. Az intézmény számára már csak azért is különleges egy ilyen kiállítás, mivel a legtöbb esetben épp hogy tilos a kiállított tárgyakhoz nyúlni. Most ennek a szabálynak a szöges ellentéte valósul meg a Nyíregyházi Kulturális Intézményben. A kiállított tárgyak felfedezésére több lehetőségük is lesz a látogatóknak. A múzeum bízik abban, hogy széles réteget fog érdekelni a nem mindennapi tárlat. A kiállításnak a címe, amit most nyitottuk meg, ez a Tapintható Világ. Tehát aki rendszeres múzeum látogató, akkor úgy gondolja, hogy most mi fordítva ülünk a lovon, ugyanis mindenhová ki van írva, hogyha valaki bejön a kiállításra, hogy mindent a szemnek, semmit a kéznek. Most pedig pontosan az ellenkezője. A fogyatékkal élők számára készítettük el ezt a kiállítást, és magát a szervezésben maximálisan benne volt a helyi Rotary Klub. Úgyhogy az ő segítségekkel, meg más civil szervezetek segítségével valósítottuk meg ezt a gyönyörű szép kiállítást, és nem csak a fogyatékkal élők, ugye a vakok és a gyengénlátók élvezhetik ezt a kiállítást, a kiállításban lévő művészeti alkotásokat tapinthatják ki, hanem lehetőséget biztosítunk azoknak is, akik nem élnek fogyatékossággal, hogy éljék át azt a világot, amiben ők élnek. Korábban, 2014-ben már volt egy hasonló kiállítása a Nyíregyházi Múzeumnak, de akkor sokan kényelmetlenül és kellemetlenül érezték magukat, amiért kötelező volt a szemtakarót felvenni. Ezért most választható lett a lehetőség. Rémiás Tibor pedig azt is kiemelte, a jövőben is terveznek hasonló, a fogyatékkal élők számára is élvezhető kiállításokat. A tárlat alcíme a Válts nézőpontot, így lehetőséget adnak egy más dimenzióból megközelíteni és felfedezni a kiállított tárgyakat. Helyi művészek és amatőrök alkotásait is láthatják a József András Múzeumban.
Maga a kiállítás nagyon sokszínű, és van egy alaphangja, egy idézet, amit Carl Sagan csillagász mondott a Halvánkék Pöttyről, amit ugye egy Voyager nevű űrszonda készített 6 milliárd kilométerről. És ezen a kis kék pöttyön nagyon sokan élünk, sokféle emberek, és a kiállításban is szerettük volna ezt megjeleníteni. Amatőr és profi alkotók, vagy olyan alkotók is bemutatkoznak, akik eddig soha nem készítettek semmilyen alkotást, és ez az első lehetőség, hogy itt bemutassák a munkájukat. Anyagában, formavilágában, üzenetében is nagyon sokféle a kiállítás anyaga, így nem is egyszerű kiemelni az alkotók közül bárkit is, de azért azt mindenképp elmondanám, hogy a kézzelfogható alapítványnak nagyon sok munkája érkezett, illetve kiemelt helyen szerepel még a Teker csoport és a Magyar a Vakok és Gyengéllátóknak az egyesülete, Nemes Nagy Tünde elnökletével. Ők készítették a Halványkék Pötty Lego kockákból álmodott verzióját. És nagyon nehéz, még kit is emeljek, mindenképp Német Erika szobrászművészt, Verebi Olga szobrászművészt és Boridóra keramikus művészt, akik szintén fantasztikus alkotásokkal örvendeztettek meg minket. A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületei szerepet vállalt a kiállítás elkészítésében. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Veselényi Miklós Szakgimnázium és Szakiskola úgynevezett Tekert csoportja 36 óra alatt készítette ezt a 17 ezer darab legóból álló alkotást, amelynek felületén egy idézetet is kitapinthatnak Braille írásból. A Tapintható Világ című kiállítás február 23-ától egészen március 31-éig látogatható a József András Múzeumban. Két gólos vezetést követően döntetlent játszott Mezőkövesden a kisvárdai futballcsapat. Dajka László együttese az NB1 22. fordulójában végzett 2-2-re a hazaiakkal. A kisvárda kedden 20 órai kezdett el a Magyar Kupa 8-at döntőjének visszavágóján a Ferencvárost fogadja. A házi gólkirály Horváth Zoltánt 5 sárgalap miatt nélkülöző vendégek a 9. percben megszerezték a vezetést, Grozáv jobboldali szöglete után Vári fejelte a labdát Gosztonyi elé, akinek fejesét még hárította a kapus, Cukalász viszont közelről a kapuba bólintotta a labdát. A 14. percben megduplázta előnyét a kisvárda, Grozáv a másik oldalról ívert be szögletet, Kravcsenko pedig a bal alsó sarokba fejelte a labdát. A 22. percben cserit buktatta Lukjancsik a 16-oson belül, a megítélt 11-es pedig a sértet lőtte a kapu bal oldalába. A 63. percben egyenlített a házigazda, Bertus jobboldali szöglete után Cukalász csúsztatott bele a labdába, amely Felipét érintve vágódott a kisvárdai kapuba. Elég érdekes mérkőzésen vagyunk túl, ahol ugye nem mondok újdonságot azzal, hogy hideg zöldként kezdtük a mérkőzést, két pontrugásból gólt kaptunk, és minden kellett fölállnunk, viszont amit utána a csapat előadott, ahhoz ezúton is gratulálok a fiúknak, mert azt gondolom, hogy minden erényünket megmutattuk ezen a mérkőzésen 2-0 után, és azt a belső tartásunkat, ami jellemez minket, és felálltunk a padlóról, kiegyenlítettünk, és úgy gondolom, hogy meg is nyerhetjük a mérkőzést. A vendégek edzője a mérkőzés alakulását tekintve igazságosnak tartotta a döntetlent. Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, bátran fölmentünk, eltámadtunk, nem engedtük kibontakozni a hazai csapatot, pontrugásokat, szögleteket értünk el, ami után elég hamar 2-0-ás erőre tettünk szert, aztán természetesen valahol itt egy kicsit megállt a gépezet, a hazai csapat is följebb kapcsolt, beszorított minket, lehetőségei voltak, sőt 2-0 után igazából néha butaságot is csináltunk, mert még akkor is megpróbáltunk följebb menni, letámadni. Az egy csapat nagyon gyorsan átjátszotta a középpályát és lehetőséget teremtett. Ebből egy 11-esen keresztül értékesített egyet, aztán azt mondom, hogy a fél időben 2-1-en bementünk. Megbeszéltük a tennivalókat, tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, nehéz mérkőzés lesz. A második fél idő elején a hazai csapaté volt. A végén nekünk is megvoltak a lehetőségeink. Én úgy gondolom, hogy a 2-0 után nem igazán tudok teljes mértékben örülni, de a játékképe alapján úgy gondolom, hogy a mérkőzés eredménye igazságos.
A forduló további eredményei a következők: Ferencváros Puskás Akadémia 4-0, MOL VDFC Szombathely 1-0, Újpest Diósgyőr 5-0, Paks Debrecen 2-1, Budapest Honvéd MTK Budapest 2-1. A tabella élén a 46 pontos Ferencváros áll, megelőzve a 40 pontos MOL VDFC-t. A 24 pontos Kisvárda a 11. helyen várja a bajnoki folytatást. A Kisvárda kedden 20 órai kezdettel a Magyar Kupa 8-at döntőjének visszavágóján a Ferencvárost fogadja a Várkerti stadionban. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Becslések és levéltári kutatások alapján 100 millióra teszik a kommunizmus áldozatainak számát a világon. A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján napkoron elhangzott, a mai fiataloknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy ez az időszak ne ismétlődhessen meg Magyarországon. A Józsa András Oktató Kórház hematológiai osztálya rendszeresen szervez továbbképző tanfolyamokat. Ezeken a legkorszerűbb hematológiai ismereteket és kezelési lehetőségeket mutatják be belgyógyászok, hematológusok, háziorvosok és laboratóriumi szakorvosok, illetve szakorvos jelöltek számára. A vádalkú 1 az ügyész és a vádlott közti megállapodás az eset kezelésére. Ezzel a lehetőséggel tavaly óta élhetnek az érintettek Magyarországon. A vádalkut gyakorlati alkalmazása során a leggyakrabban végrehajtandó börtönbüntetés elkerülésére, annak felfüggesztésére vagy pénzbüntetésre változtatására alkalmazzák. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták február 25-én hétfőn. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett általában több órás napsütés várható, majd az éjszaka második felétől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Csapadék nem lesz, a nyugati, majd a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 4 és mínusz 1 fok között alakul. Az erősen felhős égkép után napközben a legtöbb helyen elvékonyodik a felhőzet és kisüt a nap, de kisebb körzetekben estig felhős maradhat az idő. Csapadék nem valószínű, az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7-13 fok között alakul. Egy hidegfront érinti a térséget, hatására fejfájás, migrén és tartós álmosságérzés jelentkezhet. Megnyúlhat a reflexidő is. A folytatásban változatos lesz a felhőzet, több-kevesebb napsütés mindegyik nap várható. Kisebb eső, zápor csak a hétvége elején fordulhat elő elsősorban a Dunántúlon. Enyhül az idő, csütörtökön a nyugati tájakon akár 20 fokot is elérheti a hőmérséklet, majd péntektől csökken a felmelegedés mértéke.